Közel 19 milliárd forint uniós támogatást kapott Magyarország iskolai laboratóriumok építésére, ehhez kapcsolódó tankönyvek fejlesztésére. Ebből a pénzből közel 3 milliárd forintot vissza kellett fizetni, részben az öveges program, részben más pályázatok szabálytalanságai miatt. Az öveges program visszaélései miatt a magyar hatóságok 7 éven át nyomoztak, és az OLAF, az Unió Csalás Elleni Hivatala is vizsgálódott. Tavaly ősszel vádat emelt az ügyészség az öveges program miatt, idén el is indult a büntetőper, de többen aggódnak, hogy nem a valódi felelősök kerülnek majd számon kérésre. Mi is szerettük volna tudni, hogy kik és hogyan csalták el azokat a pénzeket, amiket vissza kellett fizetnünk az Európai Uniónak. Ezért az OLAF-hoz, a Csalás Elleni Hivatalhoz fordultunk, hogy megismerhessük a jelentést, amit a hivatal készített. Meg is kaptuk a dokumentumot, ám a 14 oldalból összesen 4 oldal maradt, ami nem lett kitakarva. Az is kiderül az OLAF dokumentumából, hogy olyan sok volt a szabálytalanság, hogy nem az egyes szerződéseket büntették, hanem 10%-os általány korrekciót alkalmaztak. Ha többet szeretnél megtudni erről a témáról, kérlek keresd meg a cikket az oldalunkon.